Akkor lehet a világunk sikeresebb, ha nem félünk kimondani, hogy történelmi távlatokban Európai Egyesült Államokat szeretnénk, mondta Gyurcsány Ferenc a Demokratikus Koalíció EP választási kampányító rendezvényén. Az egyetem térről Török Réka tudósít. Adásunk előtt egy órával ért véget a Demokratikus Koalíció európai parlamenti kampányát megnyitó nagygyűlés. A DK EP listáját Gyurcsány Ferenc vezeti, a második helyen Molnár Csaba ügyvezető alelnök szerepel, őt pedig Niedermüller Péter követi. A negyedik helyen Kakukk György, az ötödiken Kerékbáci Szabolcs elnökségi tagok szerepelnek. A párt legalább két képviselőt küld az európai parlamentbe, legalábbis azt remélik, hogy ez sikerül nekik. A DK elnök egyébként nem kíván Brüsszelben dolgozni, ha az EP választáson sikerül mandátum szerezni, akkor is a magyar parlamentben folytatja a politizálást. Gyurcsány Ferenc fél órás beszédet tartott. Mi úgy látjuk, hogy akkor lehet a mi világunk sikeresebb, ha nem féljük kimondani, hogy mi történelmi távlatokban Európai Egyesült Államokat szeretnénk. Mi azt szeretnénk, hogy ez az új, az az erős Európai Egyesült Államok vigyázzon minden polgárára, bármelyik országban is él, biztosítsa nekik a szabad gondolkodás, műveltség, tudás lehetőségét. Tiltsa, hogy bármely állami hatalom belebeszéljen abba, hogy hogyan gondolkodunk. Tiltsa, hogy az állam átlépje a világnézeti semlegesség határát. Tiltsa a kötelező hit és erkölcs oktatást, mert ez a mi ügyünk, az európai családok és emberek magánügye. Magánügy akkor is, ha Magyarországon vagyunk, magánügy akkor is, ha Rómában vagy Madridban élünk. Ilyen Európát szeretnénk magunknak.